Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! A koronavírus járvány veszély elmúltával ismét összeült Bátaszékváros önkormányzati testülete. A képviselők a helyzethez igazodóan állapodtak meg abban, hogy át kell tervezni az idei esztendő költségvetését. Emellett határozat született arról, hogy lépéseket tesz a város egy új művelődési ház építése érdekében. A mindenkori városvezetésnek az adott időszak lehetőségeihez alkalmazkodva kell irányítani. Nem lehet homokba dugott fejjel várni az események alakulását, mondta Bozsodik Róbert polgármester. Bizonyos kérdésekben visszám kell lépni, bizonyos kérdésekben fiskálisabb gazdálkodást kell folytatni, akkor ez alkalmazkodni kell, hiszen nem csak jelen pillanat és a jelen költségvetését kell összeállítsuk, hanem mindig egy kicsit előre kell gondolkodjunk, és a jövőre vetítve olyan költségvetést kell végrehajtsunk, ami stabilitást adhat a következő esztendőkre. Erre jó alapot adott az, hogy a mai testületülésen tárgyalottuk a 2019 évről szóló pénzügyi beszámolókat, amelyek megalapozták a 2020 évi költségvetést. Stabil számokat kaptunk vissza a gazdálkodásunk tekintetében, amelyek most már pontosan félére alátámasztják, hogy jól gazdálkodtunk 2019-ben, mind önkormányzati szinten, mind pedig a társulások tekintetében. És a mai nap folyamán azokat a beszámolókat is elfogadtuk, amelyek a társulási működésből adódó pénzügyi elszámolásokat is tartalmazzák, hiszen nekünk az érintett felekkel minden esztendőben félére el kell számolni, ezt is jóvá hagytuk, mind a közös hivatal, mind az egészségügyi társulás, mind pedig az oktatási társulás tekintetében. Döntöttünk a 2020 évi költségvetés módosításáról is, és ahogy néhány pillanat előtt mondtam, valóban a veszélyhelyzet már egy új 2020-as költségvetés tervezési gondolkodást igényel. A veszélyhelyzet idő alatt egy sor döntésben már visszaléptünk, ezeket realizáltuk most a 2020-as költségvetés egyes szám módosításában, képeztünk egy egyensúlyi tartalékot. A gondolkodásunkat alátámasztotta, hogy a döntésünk meghozatalát követően már kormányzati elvonásra került sor, mint egy 21 millió forint értékben a gépjármű adó tekintetében, és hát a védekezési költségeket is saját magunknak kellett előteremteni a költségvetésen belül, ezekre a fedezetek rendelkezésre állnak, és hát amennyiben szükséges, még korrigáljuk 2020-ra a költségvetést annak érdekében, hogy 21-re egy megalapozott gazdálkodásra tudjunk majd átmenni. A megszorítások alapvetően az intézményi működést nem befolyásolják. A kötelező feladatok és szolgáltatások zavartalanul tudnak működni. Viszont voltak olyan fejlesztési, jóléti, szépítészeti elképzeléseink, amelyekről most le kellett, hogy mondjunk annak érdekében, hogy egyensúlyt és biztonságot tudjunk a költségvetésen belül teremteni erre az esztendőre. Ezzel párhuzamosan kezdetét veszi a város történetének meghatározó beruházása, új művelődési ház megépítésének első lépéseit tette meg a város. Azt gondolom, hogy évelején egyértelműen megfogalmazta a képviselőtestület, hogy egy új közművelődési teret, vagy ahogy vidéken fogalmazunk, egy új művelődési házat kellene Bátaszéken megvalósítani, és ennek a folyamatát kezdjük meg most, hiszen a képviselőtestület döntött arról, hogy egy tanulmányterv összeállításához költséget rendelünk. Ebben egyrészt szakmai oldalról készítünk egy olyan anyagot, hogy mit is szeretnénk csinálni, mit is szeretnénk ebben az épületben, minek is szeretnénk majd otthont adni. Ezt a közművelődési bizottság, illetve a közművelődési szakembereink fogják ezt összeállítani. És ehhez igazodóan az építés szakma készít majd egy látványtervet, egy helységkiosztást és egy költségvetést, hogy ezek az elképzelések forintálisan, műszakilag hogyan tudnak majd megvalósulni. Ezt a tervet szeretnénk augusztus hónapig elkészíteni. Ezt követően, vagy ezzel párhuzamosan folynak már azok a beszélgetések, hogy a mi általunk megálmodott elképzelés realitássá váljon, hiszen azt mindannyian tudjuk, hogy ez nem önkormányzati szintű beruházás, ezt mindenképpen csak kormányzati támogatással lehet megvalósítani. Bízunk benne, hogy a kormányzat politikai és közművelési oldala is támogatja, hogy a ciklus végén Bátaszéken egy új művelési központot láthatnak majd a bátaszékiek. A pályázatok adta lehetőségekkel élve több építkezés és korszerűsítés kezdődik meg rövidesen. Pályázatot fogunk benyújtani
annak érdekében, hogy Bátaszéken a Budai utcának a nyugati részén, a Bezerédi utcától a Kövesdi utcáig fel tudjuk újítani a járdaszakaszt. Erre vonatkozóan ugye megjelent a belügyminisztérium pályázati kiírása, a képviselőtestület döntése alapján 20% önerőt vállalunk egy 25 millió forint összértékű beruházáshoz. Pozitív elbírálás esetén ez a szakasz végre meg tud újulni, és hát balesetmentesen tudják majd az érintettek megközelíteni többek között a gyermekorvosi rendelőt. Döntöttünk arról is, hogy a tájház felújítása érdekében tervezők kiválasztása történhessen meg, és az előkészítési feladatok alapján reményeink szerint július 15-ig egy újabb pályázatot tudjunk benyújtani, amely lehetőséget teremtene arra, hogy a bátaszéki tájház műszaki szempontból egy stabilabb, megújított állapotba kerülhessen az elkövetkezendő időszakban. Természetesen a pályázat benyújtásán azért volt szükség, mert az a műszaki tartalom, amelyek a tervezők előzetes információ alapján meg kell valósítani, önkormányzati saját forrás nem áll rendelkezésre, tehát mindenképpen szükséges, hogy kormányzati, illetve alapítványi támogatással beruházáshoz forrásokat tudjunk szerezni. Várhatóan valamikor az év vége felé talán egy nyertes pályázat esetén a munkálatok is meg tudnak majd kezdődni. Emellett folytatódnak a felújítási munkálatok a Városi Zsidó temetőben. Most térburkolatokat és egy műemléket építetne a Városi temetőben. Emellett elkezdődik az óvoda teraszának felújítása is, mely jelen állapotában balesetveszélyes. A beruházás 7 millió forintból a nyári szünet alatt készülhet el. Következő filmünk főszereplője egy tanítónő, akit szinte megoldhatatlan feladat elé állított az élet. Harcai közepette jött rá, mit kell kezdenie a tudásával, tapasztalataival. Azóta a harmadik könyv látott napvilágot a tollából, melynek segítségével könnyebben taníthatóak a gyerekek. Busáné Jordály Judit története minta lehet az akarásról, a hitről és a reményről. Az én történetem valamikor itt kezdődött. Még 2014-ben. Ezek a fák alatt. Ezek a fák alatt, amelyek azóta is vigyáznak rám. Egy kicsit nehéz most így az elején, de ez egy gyönyörű hely, egy csodálatos hely. Az én számomra egy szent hely. Nagyon szeretek ide kijönni, és szeretem megcsodálni ezeket a fákat. Szeretem ezt a kápolnát. Szeretek innen visszanézni a templom toronyra, mert ezek mind csodák az én számomra. És akkor, régen, 2014-ben, az én életem egy pillanatig kilátástalannak látszott. De amikor eljöttem ide, erre a szent helyre, és megöleltem ezt a fát, akkor éreztem, hogy történik velem valami. Busáné Jordán Judit tanítónő volt, és sokat küzdött azért, hogy szeretett iskolája működőképes maradjon. Aztán az élet olyan feladat elé állította, melynek kimenetelének tétje nem volt más, mint a saját élete. Egy év alatt veszítette el családja tagjainak jó részét, és ezt követően szembe kellett néznie a ténnyel, a kór az ő életét is elvenni. Miközben önmagáért harcolt, a gyermekjelölés kiderült, őt sem kímélte meg a betegség. Ez volt a pillanat, amikor Judit azt mondta, nincsen ereje tovább harcolni. Történjen, aminek történnie kell. Azok után, hogy a családomban elvesztettem mindenkit, akit szerettem, mégis kezdtem megnyugodni. És elkezdtem érezni azt, hogy van értelme az életemnek. És valamilyen titkos sugallat folytán elkezdtem írni. Kezdetben csak novellákat, aztán verseket, és mivel egy igazi tanítónéni vagyok, elkezdődtek a könyvek. Megszületett az első könyvem, aminek a címe az Okosító Szótagoló, és ez a könyv nekem óriási boldogságot adott. Ez a könyv a helyes írásért született elsősorban. Azt vettem észre, hogy a gyerekek helyes írása erősen romlik. És azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon nehezen tanulják meg az elválasztást, a szótagolást. A szótagolás az segít minket abban, hogy tudjunk helyesen írni. De még abból a szempontból is nagyon fontos, hogy a szavakat jól értsük, helyesen értelmezzük.
Még egyszer régen történt velem első osztályban, de annyira belém égett ez a kép, hogy a hét kecskegidáról olvastunk a gyerekekkel, és az a szó volt a mesében, hogy kimentek. És az egyik kisgyerek így szólt a bolta, hogy kimentek. És láttam az arcán, hogy nem érti. És akkor indult el bennem a gondolat, hogy mit teszünk mi a gyerekekkel. És miért nem támogatjuk őket? Miért nem segítjük azzal őket első osztályban, hogy még olvassanak szótagolva, hogy lássák ezt a mintát, és tanuljanak meg így írni. Ez azért nagyon fontos, mert a szótagoló írást második osztályban tanítjuk a gyerekeknek, viszont az egészből a részek felé visszamenni nagyon-nagyon nehéz. Míg ha a gyermek természetes módon szótagolva tanul meg írni, akkor ez az ő számára egy annyira természetes dolog, mint ahogy megtanulunk beszélni, hogy tudjuk, hogy ennek az a neve, hogy asztal. Ő ezt természetes módon tanulja meg, mert előtte még mást nem tapasztalt meg. Ha ezt így tesszük első osztályban, egyrészt sokkal szilárdabb ismereteket adunk a gyermekeknek, másrészt második osztályban felszabadul időkeretünk arra, amit az olvasásra tudunk fordítani, és a gyerekekkel már sok mindent tudunk olvasni. Még egy nagyszerű dolog, amire rájöttem, nagyon szeretek rejtvényt fejteni, és egyszer csak eszembe jutott, hogy hát úristen, a rejtvényfejtés semmi egyéb, mint hogy a szavakat szétszedjük, betűkre bontjuk, analizálunk, tehát ha a gyerek is meg tudja tenni ezt, hogy betűkre szétszedi a szavakat, akkor nyilván le is fogja tudni írni. Ezt a műveletet nagyon sokszor el kell végezni. Ez a művelet a tankönyvekben egy nem szeretem művelet. Viszont rejtvényt mindenki szeret fejteni. Minden gyerek tudni akarja a megoldást, ezért a motivációt belsőleg hordozza magában ez a könyv. A módszert Judit több fórumon is ismertétette, de igazán akkor bizonyosodott meg ennek a rég használt tanítási módnak jelentőségében, amikor a postás csengetett nála egy levéllel. Elkezdtem a könyvemért harcolni, és nagyon sok mindenkit megkerestem, de sajnos sehonnan nem kaptam választ. Ha választ kaptam, akkor a válasz az volt, hogy majd elküldik egy szakértőnek, aki ehhez ért, viszont egy valaki válaszolt. Amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és még élek, hálás vagyok a számára. Ő pedig Bagdi Emőke professzorasszony, aki egy közel 4 oldalas véleményt írt a számomra, ami megdöbbentő volt, és felemelő. És ő egyetértett velem, és egyenesen azt merte állítani, hogy mindenkinek ezzel a módszerrel kellene megtanulni írni. Ez nekem egy óriási lökést adott, egy lökést arra, hogy harcoljak tovább a könyvemért, és ne hagyjam abba, és próbáljam elterjeszteni ezt a módszert. A siker a Boldog könyv után egy újabb kötet megírására sarkalta, ahol szerep jutott az unokájának és a család kedvenc kutyájának is. Azon kívül, hogy Manó a főszereplője, hát az érdekessége még az is, hogy ez egy teljesen zöld könyv. Minden zöld benne. Csak zöld festéket használtam, a zöld árnyalatait. És ez pedig tudatosan azért van, mert a zöld az egy nagyon-nagyon nyugtató szín. Nagyon sok hiperaktív, impulzív gyerek ül az iskolapadokban, akiknek szükségük van arra, hogy valami megnyugtassa őket, valami lenyugtassa őket. Ebben a könyvben, ha ő szeretne, színezhet, de ez nem feladat. Ha szeretné színessé tenni, kiszínezheti. És hát Manó kutya. Manó kutya csibészségei ebben mind megjelennek. Az, hogy mit rágott szét, mit tett tönkre, de iskolásítva. Ketten főszereplők, Dénes és Manó, az ő kalandjaik, az ő beszélgetésük, az ő csibészségeik. És az, hogy mindent jóvá lehet tenni. Ami még nagyon fontos és megjelenik, minden egyes történet után van egy léleknyitogató kérdés. Egy keret nélküli zöld buborékban,
hiszen a gyerekekben sokszor annyi trauma lakozik, amire nincs idő és nincs alkalom, hogy ezeket fölnyitogassuk. De ezek a kérdések, ezek esélyt adnak arra, hogy a gyermekekben ablakok nyíljanak meg. Én intézményvezetőként dolgoztam 18 éven keresztül. Rengeteg harcom, rengeteg konfliktusom volt. Én minden erőmmel az iskolámért harcoltam. Azért, ez egy pici iskola, hogy ez a kicsi iskola fent maradjon, egyrészt azért, és nagyon fiatalon lettem iskolai igazgató, és óriási bizonyítási vágy volt bennem, mert szerettem volna bebizonyítani azt, hogy nem csak a mamut intézmények tudnak jók lenni. A közvéleményben az a sztereotípia él, hogy a kisiskola ez egy romos, lepukkant, rossz felszereléssel és rossz módszertannal rendelkező pedagógusok dolgoznak ott. Ez a sztereotípia. Még ma is állítom, hogy a legtöbb esetben ez uralkodik. Én ezt a sztereotípiát szerettem volna széttörni. Hogy minta-e az életem? Nem tudom, ezen soha nem is gondolkodtam. Nem tudom. De most, hogy így föltetted nekem ezt a kérdést, azt gondolom, hogy talán olyan szempontból, mint ahogy hogy erőt meríthetnek mások is az én példámból. Erre tudok most így gondolni, de soha nem fogalmazódott meg bennem ilyen, hogy minta lenne az életem. A koronavírus járványt követően a kormány jutalmazta az egészségügyi ellátásban dolgozókat. Az elismerésnek nem voltak részesei azok a családgondozók és családsegítők, akik megfeszített munkával támogatták a nehéz helyzetek megélőit. Bátaszékváros önkormányzata úgy döntött, saját költségvetéséből ad jutalmat a gondozási központ munkatársainak. A rendkívüli vészhelyzet elmúltával a kormányzat a védekezésben kiemelkedően helytálló egészségügyi dolgozók számára külön jutalom kifizetése mellett döntött. A körben nem szerepelnek azok, akik az idős ellátásban és a családgondozás mindennapi problémáinak megoldásában vállaltak nagy feladatot. Bátaszékváros vezetése úgy határozott, saját hatáskörében ismeri el a gondozási központ szakembereinek áldozatkészségét. Azt gondolom, hogy ez a rendkívüli veszélyhelyzet valóban az idős gondozás és a szociális szféra területét is jelentősen igénybe vette, hiszen hogy fogalmaztuk az elmúlt hónapokban, első vonalban folytatták a tevékenységüket, hiszen az idős gondozás tekintetében akár a házi segítségnyújtás, vagy a napoli ellátás feladatait továbbiakban is el kellett látni, sőt, talán még nagyobb odafigyeléssel, hiszen a legveszélyeztetett korosztályról beszélünk, akik akkor tudtak saját egészségük érdekében tenni, hogyha otthon maradtak, és ennek figyelembevételével az ellátásukat meg kellett szervezni. Ezt sikeresen meg is oldottuk, egyrészt a gondozási központ munkatársaival, másrészt önkéntesek bevonásával. Ugye, a kormányzat részéről döntés született arra, hogy egy összegű támogatásban, illetve jutalomban részesítenek bizonyos szférákat. Sajnálatos módon a szociális ellátás és ezen belül az idős gondozás dolgozói ebbe a körbe nem kerültek bele. Mi itt Bátaszéken azt gondoltuk, hogy valóban ők is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a veszélyhelyzetet ilyen helyzetben le lehetett bonyolítani. És ezért az a döntés született, hogy az idős gondozásban tevékenykedő kollégáink részére bruttó 250 000 forint per fő összegű jutalmat, míg a család segítés területén dolgozó kollégáink részére bruttó 200 000 forintos jutalmat biztosítanánk, ehhez a kereteket rendelkezésre bocsátjuk az intézmény számára. Ezzel nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is szeretnénk kifejezni köszönetünket. A Tolna megyei önkormányzat minden esztendőben megrendezi a megyei értékek napját, melyen a települések megmutathatják azokat a helyi különlegességeket, amire büszke a település közössége. Idén, július 1-én Medinán került sor a rendezvényre. Bátaszék tavalyi alkalommal gasztronómiájának egy szeletét és viseleti kultúráját tárta az érdeklődők elé. Erről emlékezünk meg a következőkben.
Bataszéken sokat tesznek a helyi értékek védelméért. Nem véletlen, hogy amikor első ízme rendezett Tolna megye, Vára megye címmel értéknapot, a város a kiemeltek között volt a legtöbb értéket összegyűjtő települések rangsorában. Az idei rendezvényen a viseletek kerültek a figyelem középpontjába. Ugye mi egy sok nemzetiségű település vagyunk, azt lehet mondani, hogy tájak és kultúrák találkozása Bátaszék. Ennek megfelelően ma is mind a három népcsoportnak a képviseletét elosztuk, hiszen itt vannak a felvidékiek, itt vannak a székelyek, itt vannak a svábok, népviseleti ruhában is érkeztek a fiatalok. A standunkon bemutatjuk mindazokat az értékeket, amelyek Bátaszéken megtalálhatók. A Bátaszéki Értéktárbizottság aktív részese és tagja a megyei értéktárbizottságnak. Nagyon sok olyan értéket tudtunk a felszínre hozni, ami fontos Bátaszéknek, és úgy gondolom fontos a megyének is. Ez mind építészeti értékben, mind szellemi értékben, mind gasztronómiában meg tud jelenni. Ma a gasztronómiában is egy kuriózumot hoztunk, egy Kradunk Knédli elnevezésű sváb ételt. Ez egyébként egy húsos gőzgombóc. Nagyon ízletes, nagyon finom. Valószínűleg ez sem már a régi recept, hiszen a több nemzetiségi településből adódóan lehet, hogy ez már egy kicsit átalakult és változott, de ettől függetlenül Bátaszékre jellemző, nagyon finom és érdemes megkóstolni. Incsiklandozó specialitás előtt azonban következzen egy rögtönzött viseleti bemutató. Kezdjük a sort a felvidékiekkel. Ezek a ruhák, amik most rajtunk láthatóak, ezek a régieknek is az ünneplő viselete voltak. Tehát mi ebben most táncolunk, de valószínűleg ők a tánc alkalmakkor nem ezeket a ruhákat viselték. Ezek ünneplős viseletek voltak, vasárnap a templomban, illetve ünnepi alkalmakkor viselték őket. Magyar bődi viseletet látunk itt a Vikin. A fején lesz egy nagyon érdekes ruhadarab, ez azt hiszem, hogy egyedülálló, egy nagyon egyszerű, de nagyon csinos és szép, hát fityulának mondjuk mi, majd lehet majd látni egy szép négyzetes alakú, egyedülálló, ilyen más feléjét nem használnak, menyecskék hordták. Ugye a nyakában látható a gyöngycsor, és ez a felső, amit a Viki visel, ez eredeti. Ez egy eredeti darab, amint látszik, selyem anyagból készült. Magyar bődieknél, a lányoknál vagy menyecskéknél nagyon fontos kiegészítő a keszkenő. Egyébként tánc közben is egy fontos eszköz, nagyon földobja a táncot, ezzel szépen tudnak integetni, illetve ami még egyedülálló és különleges, az a köténye, ez az áttört hímzéssel, ugye nem csipke, de ahogy látjátok, lyukak vannak rajta, tehát ez az áttört hímzés, és a másik különlegessége, hogy nem szögletes a kötény, hanem íves végű. A szoknyája is szintén egy selyem szoknya, és ugye hát hordtak többféle lábbelit is a nők régen. A mi lányaink leginkább a csizmát szerették, de magyar bőrön ez egy eléggé jellegzetes viselet volt, tehát a női csizma, ez látható most a Vikin. Rajtam egyébként szintén egy felvidéki viselet látható. Magyar bőr az a keleti részen van, viszont ami rajtam van, az igazsághoz hozzátartozik, az a nyugati részről való Nagycsallóból, Bátaszék testvértelepülése, eredeti darab a mellény és a nadrág. 1938-ból, ennek így nagyjából ismerem a történetet, egy bácsinak az esküvői öltönye volt. Amint látható, ugye duplasoros, ez nagyon nagy divat volt abban az időszakban, ugye 30-as, 40-es évekről beszélünk. Igazából azért lehet fölvenni a magyar bődihez, mert a férfi viseletek azok kicsit egységesebbek voltak. Ugye a férfiak azok mozgékonyabbak voltak az asszonyoknál, az asszonyok otthon voltak, a férfiak járták ugye nem csak a szomszéd falvakat, hanem messzebbre is eljutottak, tehát ők hamarabb kivetkőztek, kicsit egységesebb volt a viselet, főleg már ebben az időszakban, a 20. századnak majdnem a közepéről beszélünk. Valamint ugye ez az úgynevezett bricses nadrág, ugye bricses nadrág a neve, de hát ugye a magyar nép így magyarította, a bricses nadrág látható rajtam, és tipikus felvidéki fazonú csizma, ami annyit jelent, hogy aránylag magasan és egyenesen záródik a csizmaszár. A Bátaszéken élő németség ruhái az évszázadok alatt egyfajta viseletté nőtte ki magát. Ezt mutatták meg az érdeklődőknek. Ahogy látható, ezek a csipke mintázatok megjelennek akár a felső részen, akár a fejkendőn, illetve szintén a kötényük szélén is ugyanúgy megjelenik. A fiú viselet is, mint ahogy látható rajtam, az is szinte egységes. Tehát lehet úgy mondani, hogy akárhány táncsoportot megnézünk,
ugyanez a szín dominál bármelyik táncsoportnál, ugyanez a fekete-fehér viselet. Nálunk az ing az egy budgyos ujjú ing lesz, a mellényt hordunk mellé pitykegombokkal, illetve csizmanadrágot, valamint ugyan a csizmanadrághoz ugye, táncos csizmát viselünk, illetve kalapot hordunk a fejünkön. Ez a viselet, amit rajtunk is látható, ez kimondottan egy bátaszéki viseletnek számít. Ugye szerintem nagy különbség nincs a német viseletek között. A bátaszéken élő székelyek egy eladósorban lévő lány viseletével ismertették meg a nagy érdeműt. Liszírozott kasmír szoknya, amit rokajának mondtak akkoriban. Egyébként ez már nem házipari szövet, úgyhogy nem tükröződik annyira vissza az ősi székely színvilág, mint a mellényen, amit egyébként lájbinak hívtak. És az ingen láthatjuk, illetve a pántlikával kötött kendő nélküli hajviseleten az, hogy eladó lányról beszélünk, hiszen az ingén itt a tásztit figyelhetjük meg, és a díszítések pedig a háziszőttes bukovinai székely párna minták motivumait tükrözi vissza. A fiatalabb lánygyermekek azok színes hímzéssel ellátott ingeket hordhattak, akkor az eladó lány az még ilyen piros, és akkor később ez a színek sötétettek. Tehát egy idősebb asszony az már kék vagy zöld, még idősebb fehér hímzésű ingbe járhatott csak. Tehát ez egy ilyen eladósorban lévő lány. Ez pedig egy férfi viselet, mellény, itt is visszaköszön a vörös-fekete, a harisnya, ami gyapjú, zsinórozással és egy csizma, meg kalap az összeállítás. És ahogy az évek hosszú sora alatt kialakult egymás tisztelete a közösség tagjai között, a fiatalok ugyanezzel a gondolatisággal, az értékek közös megélésének tudatával várták az érdeklődőket, büszkén mindarra, melyet az őseiktől átörököltek és tovább vittek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!